Köszöntöm nézőinket, ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2013. július 3-án este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Belvárosi virágút 15 ezertől egy nyári növény színesíti a Magyar utcát. Példaértékű teljesítmények a kiváló tanulókat jutalmazták. Könyvtár, múzeum, gyűlésterem, új kultúrház nyílt Tunakilitin. 230 négyzetméteren 15 ezer tővirág, ez a belvárosi virágút. A Magyar utcát színesítik a mobilágyások, bennük a színesebbnél színesebb növények. Országosan is egyedülálló a kezdeményezés, amely sikerre viheti városunkat a Virágos Magyarország versenyen. Dobszóval nyílt meg a belvárosi virágút a zeneiskola ütőseinek közreműködésével. Az apró kezek csodakerteknél már bebizonyosodott, érdemes mobil virágágyásokat felállítani a Magyar utcára, szebbé válik a környezetünk. Egy séta pedig feltöltett minket a mindennapok nehézségeiben. Ezzel a belvárosi virágúttal példát is mutatunk az embereknek az igényességre, a szépre, és hogyha ez a példa ez ragadós lesz, akkor egyre inkább szépül a város, mindenkinek a lelke is épül, és jobb kedve lesz mindenkinek. Ez nagyon-nagyon fontos, én úgy gondolom, a mai világban. Ugyanez a virágút nem tűnik funkcionális beruházásnak, de ilyenekre is szükség van, hogy az emberek jól érezzék magukat, fogalmazott Balogh Csaba pozsonyi nagykövet. Másrészt a turizmus céljait is szolgálja a virágos belváros. Szlovákia nekünk egy nagyon-nagyon különleges partner. A magyarok miatt, az ott élő magyarok miatt, a történelmi kapcsolatok miatt, és nekünk nagyon fontos az, hogy a Szlovákiával szomszédos magyarországi városok, területek azoknak milyen a kisugárzása, milyen üzenetet hordoznak. És azt gondolom, hogy Mosonmagyaróvár ebből a szempontból egy nagyon előremutató szerepet játszik. Négyzetméteren 15 ezertő egy nyári növény színesíti a Magyar utcát. A virágokat egy szigetszentmiklósi cég ajánlotta fel. Mi régóta kapcsolatban vagyunk ezzel a céggel, és az ügyvezető igazgató asszonyt felhívtam egyszer, egy telefonbeszélgetés folyamán elmondtam az ötletet, azt mondta, egy első hallásra tetszik neki, és lejött hozzánk egy beszélgetésre. És nem tudom minek a hatására, de a beszélgetés végén azt mondta, hogy biztosítja ezeket a palántákat ennek az ötletnek a megvalósításához. Az ültetésben a Mosonmagyaróvári és a Kimlei kertbarátok segítettek. A virágágyásokat a VÜF állította fel, és közösen gondozzák majd az üzlettulajdonosokkal a kis kerteket. Tápla segít az eligazodásban, hogy éppen milyen növényt látunk. Így egy kellemes séta során akár fejleszthetjük jártasságunkat a virágok magyar, latin és angol neveiben. Júniusi ülésükön zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők a Mosonmagyaróvár kiváló tanulója díjakról. A döntést követő napon pedig Iváncsics János alpolgármester adta át az elismerést a díjazottaknak. Mosonmagyaróvár város önkormányzatának képviselő testülete a kiváló tanulmányi, művészi többlet teljesítményével iskolája és városunk hírnevét öregbítő Mosonmagyaróvár iskolából járó tanulók elismerésére Mosonmagyaróvár város kiváló tanulója elnevezéssel díjat alapít. Áll az 1998-ban elfogadott és tavaly módosított rendeletben. A jó tanulmányi eredmény, illetve a jó vagy példamutató magatartás és szorgalom mellé tehát kiváló tanulmányi vagy művészi teljesítmény is társul. A diákok, a szülők és a tanárok hármasa kellett ahhoz, hogy ezek a szép teljesítmények létrejöjjenek, fogalmazott köszöntőjében Iváncsics János alpolgármester. Hisz kellett hozzá a diákoknak a kiváló képessége, kellett hozzá az, hogy a tanáraik ezt észrevegyék és plusz feladatokat adjanak a diákoknak, elvigyék versenyre őket és onnan tovább tudjanak jutni, és aztán országos szinten is ilyen kiváló eredményt érjenek el. És hát természetesen kellettek a szülők, hisz hát legalábbis saját tapasztalatból kiindulva azt tudom mondani, hogy a szülői szigor és az otthoni plusz feladatok és az, hogy a tanulásra még kicsit ösztökélték a diákokat, mindenképpen szükséges volt ahhoz, hogy most itt ülhessenek együtt.
A kiváló tanulódíjra az intézményvezetők tesznek javaslatot, ahogy a rendelet értelmében, szintén az intézményvezető javaslata alapján a tanulót eredményei elérésében leginkább segítő felkészítő tanár is emléklapot kap. Így a mesterek és a tanítványok egyszerre vehetik át az elismerést. Moson-Magyaróvárváros polgármestere pályázatot írt ki aljegyzői állás betöltésére. A pályázati feltételek közé tartozik például az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, minimum 5 év önkormányzatnál eltöltött vezetői gyakorlat, továbbá a büntetlen előélet. A személyes adatok mellett 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot és a végzettségeket igazoló okiratok másolatát is csatolni kell, legkésőbb 2014. január 15-éig. Részletek a város honlapján. Közeleg a határideje a felvételivel kapcsolatos végső dokumentumpótlásnak. A jelentkezőknek július 10-éig, szerdáig van lehetőségük elküldeni a hiányzó papírokat. Változtatni lehet a jelentkezéskor megadott képzési sorrenden is, ezt szintén jövő hét szerdáig tehetik meg a diákok. Az elektronikus pótlásról bővebb információt a www.felvi.hu oldalon találnak. Sok éves vágya vált valóra a dunakilitieknek, amikor birtokba vehették a falu vadonatúj kultúrházát. Az épület könyvtárnak, közösségi tereknek és a falu múzeumnak is helyet ad. A dunakiliti falunap délelőttjén jelentős esemény várta a helyieket. Átadták a falu IKST épületét, azaz az integrált közösségi és szolgáltató teret. A pályázatok és építkezés folyamata 2008 óta húzódott. A hely régen iskolaként funkcionált, felépítésének pontos dátuma azonban ismeretlen. Az átépítés során derült fény számos hiányosságra, ami miatt jelentősen megdrágult az egész projekt. Az összes elnyert támogatás 65 millió forintot tett ki, a falu önerőből emellé végül csak nem ugyanennyit tett hozzá. Több fázisban több közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, és magára az építkezésre, az eszközbeszerzésre, és az épület felújítását, mivel olyan nagyságrendet tett ki, megbontottuk kétfelé egy környezet energiaoperatív program segítségével a külső homlokzat kazáncsere volt a KEOP pályázatban, így annak a közbeszerzése is még külön eljárás volt. Az építkezés ideje közben derült ki, hogy az utcafronti rész balesetveszélyes, mentek szét a falak, és a szigetelése se volt megoldott. Az alapozása se, tehát teljesen le kellett bontanunk. Az intézmény nevéhez méltóan valamennyi dunakiliti lakos és közösség érdekében fog működni. A 10 000 kötetes könyvtárban internet elérhetőség és e-pont is várja a vendégeket. Egészségfejlesztő programtól a kulturális rendezvényeken keresztül az előadásokig számtalan rendezvény kap majd helyet az épületben. Az IKST közösségi célokat szolgál, civil szervezeteket, különböző csoportoknak szeretnénk helyszínt adni. Kulturális programokkal, előadásokkal, tréningekkel, rendezvényekkel készülünk. Természetesen ezeket segítünk megrendezni, azokat a programokat, amiben igénylik a segítségünket, de önállóan is megkereshetnek bennünket, és helyt adunk mindenkinek. Reméljük, hogy épp úgy a fiatalokat, mint hogy az időseket tudjuk szolgálni, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit ide Dunakilitire, az IKST-be. Az IKST egyik főkincse azonban a falu múzeum lesz, amelynek anyagát 2 éven keresztül nem kereshették fel a látogatók. Igazándiból 6 évvel ezelőtt kezdődött el az a múzeum. Előtte volt egy Timafi kiállításunk 10 évvel ezelőtt, ami az egész Szigetköznek a akkori népi hagyományait átfogta, és ez adta meg az ötletet arra, hogy valósítsuk meg itt Dunakilitin a kiliti értékeknek a reprezentálását, és kértünk segítséget a lakosságtól fényképekbe és egyéb hagyatéki tárgyakba, és ezt összefuzionáltuk a két nagy múzeumtól kapott dolgokkal, és ebbe az volt a jó, hogy már megtaláltunk értékeket a mi falunkban is, illetve már csak történelmi érték volt, de viszont tárgyi értéket tudtunk hozni a Déri Múzeumból, és ezt használtuk ki
hogy ekkora segítség volt, és ebből dolgoztuk össze a meglévő és a múltnak a dolgait. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Ma este utoljára jelentkezik a nyári szünet előtt Hírháttér című műsorunk. Ha nyár, akkor fesztivál. Vendégünk Csiszár Péter, a Szent István Napok nyári fesztivált szervező, Flash Károly Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz. Az este folyamán Kulissza című műsorunkban a szeptembertől januárig terjedő időszak fontosabb, érdekesebb kulturális híreiből szemezgetünk. Friss híradóval július 4-én csütörtökön 19 órakor várom Önöket. Keressék híreinket a Facebookon is. Viszontlátásra!